Hello, sziasztok, jó estét! Hát bemutatkoznék, nem tettem ezt így sorba senkivel. Én Gyulai Attila vagyok, és a ti kis szangatársatok, ha nem tűnt volna föl. Remélem, jól van a térdetek, de legelőször is Csongam Szunyinak szeretném megköszönni a szíves invitálást, hogy itt ülhetek, ez igazán megtisztelő. Szóval, igen, itt most ez a nagy kérdés, hogy mit keresek most én itt. Hát az én kis rövid szösszenetem az a zenről, a lélekről és a művészetről fog szólni a következő másfél órában. Úgyhogy, és ebből adódóan én vagyok ebből a művész rész. Azért nem tudtok rólam semmit, mert én ezt így akartam. Olyan értelemben, hogy nem kortárskodom, mert nem szerettem volna azt, hogy én legyek a sádobálós, meg nem értett művész a kiállításon, elfogy az ásványvíz, a sósropi, és mindenki hazamegy. Úgyhogy én a piacon mérettettem meg magam, és most már 14. éve kétkezi munkámból teremtem meg magam, a művészetből itthon Magyarországon azt, hogy többek között ide is eljöhessek, de kicsit visszábugranék, vagy előrébb, hogy de hogy jön mindez a zenhez. Hát úgy, hogy ilyen éltes korban már az ember, remélem ti is eljutok oda, hogy fölteszitek magatoknak ezt a kérdést, hogy hát ki vagyok, mi végre vagyok, mi a tervem az életben, mi a célom, mit szeretnék magamtól, az élettől. Ez ránk talán hatványozottabban igaz lehet bogaras művészekre, de majd erről is egy pár szót majd mondok. Szóval igen, mi is nagyon sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hiszen a mi munkánk valahol, illetve hivatásnak nevezném inkább pontosabban, az az, hogy megmutassuk a befogadóknak, nektek, hogy hát, hogy mi hogy látjuk a valóságot, a létezést, nekünk miről szól az élet, és ha ezt én nem fejtem meg, akkor nem is tudom megmutatni. És ehhez viszont nekem meg kell fejtenem, úgyhogy egy ilyen önkutatás mellett nyilván nekem is volt egy ilyen spirituális útkeresés. Szerintem ez mindenkire jellemző. Oravec Nórától, Müller Péteren át eljutottam odáig, hogy Robert Eden, Nisargadatta Maharajah, Ramana Maharshi, csak hogy ilyen különleges szavakkal dobálózzak, és ezen a ponton jutottam el ide, és akkor itt kapcsolódunk a zenhez, egy kedves barátom invitálására, és akkor hasonszőr palléros elmével próbáltam itt ilyen intellektuális frázisokat pufogtatni az első találkozásunkkor Csongam Szunyinnak, és föltettem rögtön a velős kérdést, hogy mit gondol Maharshinak a ki vagyok én kérdéséről. És erről azt mondta, hogy ebben a kérdésben csak két hiba van, az én és a ki. Úgyhogy akkor már tudtam, hogy nagyon jó helyen vagyok, és ez a 20-valány év spirituális útkeresés jó eséllyel itt akár véget is érhet, úgyhogy innentől próbáltam fokozott figyelmet fordítani a zene. Nekem ezzel mindig is az volt a problémám, hogy megfoghatatlan. Tehát nagyon sok jó tanács, frázis az, amivel találkoztam így az évek során, ez itt most szerzőtől függetlenül, és valahogy mindig oda lyukadtak ők is ki, meg én is, hogy oké, ez mind klassz, de ez most miről szól pontosan? Tehát én akartam egy ilyen IKEA-s, lapozós útmutatót, hogy pontokba szedve lehetőleg, hogy oké, de ez most hogy működik? Mi a gyakorlat? Azon túl, hogy szénné agyalom magam ezen a kérdésen, és rágom a csortot, és nem feltétlenül jutok előrébb szellemileg és mentálisan, inkább csak bonyolítom a saját életem. Úgyhogy talán jókor voltam jó helyem, vagy érett voltam a szitura akkor, amikor ide befutottam, mert ez a recept volt az első számomra, amilyen bomba biztos és betonkemény. Tehát nem ígér semmit, nemhogy túl sokat.
Itt tulajdonképpen 3-4 egyszerű gyakorlat volt, ha ezt most így nagyon lebutítom, aminek a követésével, vagy ezeket alkalmazva, igenis, hogy előrébb tudunk lépni, és ez az, amit kerestem, úgyhogy én az első koan interjún kaptam egy nagyon erős házit a kis kognitív agyam miatt, mert túl sokat vagyok fejben, és ezek a gyakorlatok, pontos leborulásra gondolok, kaptam 208 leborulást, 1000 mantrát, én ülni nem is kellett, hogy üljek az elején, mert hát úgysem tudok kimászni a saját fejemből. De egy kicsit visszakanyarodva a művészetre, nekem ezt ebben elmerülni talán azért volt egy kicsit könnyebb, mert a művészek, ugye elhangzanak ilyenek, hogy ikletettség, meg van-e ikleted, meg a lélek vezeti a kezed, meg talentumod van ehhez. Igen, némi affinitással bírok, de én azt mondom, mint Edison, hogy ennek is a 90% a munka, és a 10% csak az adottság. Jó esél, mint minden egyéb másnak, én ezt így érzem. De mellett valóban vannak olyan pillanatok, illetve hát ezek órák is lehetnek egy művész életem, amikor nem tudom, hogy miért úgy csinálom, miért azt a szint keverem, de kijön valami. Tehát, és utána nem tudom én sem megmagyarázni, miért pont azt csináltam úgy és ahogy. Erre egy jó idézetet mondanék, hogy a legnagyobb szobrásznak sincs oly álma, melyet ne zárna bármely kocka márvány önön feleslegébe, míg kitárván a lélek által vont kéz megtalálja. Na hát itt mi is lesz ez a lélek által vont kéz? Vagy mik ezek az ikletett pillanatok? Én ezekben hiszek, én nem hiszek alkotói válságban. Én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy praxis és gyakorlat, mint minden egyéb az affinitáson túl. A lélek által vont kéz, és akkor itt vissza is tudok kanyarodni a zenre, vagy az ikletettség, én azt gondolom, hogy a tudatos jelenlét leegyszerűsítve hívhatjuk, mondhatjuk ezt úgy, hogy ilyenkor nagyképűen mi csatornák vagyunk, és megnyílunk valami előtt, aminek mi átadj. Ebben van egy nagy önátadás és önfeladás, amikor megnyitjuk magunkat, és rajtunk keresztül áramlik valami. Ilyenkor jó esélyen az egóm az nincs ott, ott vagyok így szelfben, de nem nagyon tudok magamról, és pontosan ez a cél, úgyhogy én azt mondom egyébként, hogy mindenki tud ihletett állapotban lenni, mindenkinek lélek által vont a keze, ilyen merészeket merek kijelenteni, mert hiszen itt erről van szó, és ez az, amit tulajdonképpen itt is keresünk, nemes egyszerűséggel a létezés szeretnénk, ha én ezt jól értelmeztem magamban, közvetlenül megtapasztalni. És ezek azok a pillanatok, és ezek a zsenik, és az őrültek is, ez csak reláció kérdése, meg kontextusi, hogy kit hívunk, vagy kit nevezünk ennen. Na ők a zsenik, akik nem állnak a saját maguk útjába, ezt így leegyszerűsítve. És ez az, amire törekszünk, és én sem tudtam ezzel mit kezdeni, ezt csak megéltem. De utána nyilvánvalóan én is kerestem ennek az okát, a miértjét, azon túl, hogy önmegvalósítottam, hogy klassz, de meg akartam érteni, és ez megint az ego, hogy miért van ez, és ez hogy működhet, mi ennek az oka, hogy lehet ebből több, hogy lehet ez netán mindig. Én azt érzem, hogy hát így, ahogy itt. És ez munka lesz. Ez munka lesz, mint ahogy a festészetre is. Nem bohén kocsmában járó, sáldobáló, vörösatyú ecsettel a zsebben mozgó fickók vagyunk, hanem én azt gondolom, hogy emögött is igen kemény munka tud folyni. Én egyébként, ha kortárskodnék, akkor kubista, szupranatista lennék.
és én elmentem a képző egyetemre, és kivettem a szakmódszertani szakdolgozatot, és ott tanulmányoztam ennek a legutolsó szögét is, hogy mi ez a műfaj, mik a keretei, mi a formanyelve, hogy tudom ezt én azon túl, hogy ezt tanulmányoztam, készségszintre vinni, netán a saját ízlésemet, vagy saját magam beletenni. És ugyanez igaz egyébként nálam a zenre is, hogy azt is szerettem volna pont ilyen mélységében, ha már azt éreztem, hogy a küszöben állok, hogy klasszak ezek a módszerek, akkor ezeket akkor még jobban átgondolva, még jobban lefejtve, még jobban értelmezve tanulmányozni, hogy oké, leborulás, és tent ilyen praxis, és itt van a fókusz, és nagyon öt fokban nézünk, de ennek a Dokhe Sunyima megmondhatója, hogy én az elején nagyon-nagyon sokat hívogattam, ki is hullott szegénynek a haja, de hát ő buddha természetű, úgyhogy nagyon jól viselte, és szinte napi szinten volt, hogy fölhívtam, hogy akkor most melyik az első, és mit figyelek először, és utána hogy, és akkor biztos, hogy miért félig nyitott a szem, és hogy hány fokba kell előre nézni. És én ezt a csontot addig rágtam, amíg maradéktalanul biztos nem voltam abban, hogy jó az, amit csinálok, és utána viszont az elkötelezettség része jön, és a kemény munka. Először a kis sorsom megváltása véget csináltam, aztán viszont hál' Isten volt annyi türelmem és kitartásom ebben, hogy át tudtam billenni azon az első ponton, amikor hát hívjuk sikerélménynek, amikor eljutottam oda, hogy ezt a pillanatot mondom, nekem ez talán egyszerűbb volt, csak egy másik irányból közelítettem meg, hogy eljussak oda, hogy a kis ego végre ott ül a sarokba, a kukoricán térdepel azon a pár pillanatig, és én akkor ott vagyok, és akkor a tér van, a hang van, van egy légzés, meg van itt egy fókusz. És az a pár másodperc már megérte, és azt tudtam mondani, hogy hú, mint egy drog, ha lehet ilyet mondani, mert azt is tudom, hogy milyen. Szóval lett egy jó kis függőségem, jó értelembe véve, azon túl, hogy tudtam, hogy ez csak egy eszköz egy célhoz, de nem szerettem volna ezt túl gondolni. És vártam, hogy ennek a gyümölcse begyűrűzzen az életembe, ami eljött, és megtapasztaltam, hogy miben. Hát otthon. Azt mondják, hogy türelmesebb vagy, azt otthon mondják. Türelmesebb vagyok, megértőbb, odafigyelőbb. Az alázata, és ez talán a leboluláshoz, így az élettel szembeni alázat, ami így fölbukkant, az emberekkel szembeni alázat, a másokra való odafigyelés, az empátiával talán nem volt problémám, de ha lehet, ez is mélyült egy kicsit, úgyhogy nagyon-nagyon sok területen szépen lassan azt kezdtem észrevenni, hogy igenis a befektetett munkának van eredménye, úgyhogy onnantól azt gondoltam, hogy pontosan annyit lehet ebből kivenni, mint amit beleteszek, és ez megint csak a munka, meg a munka lehet. Tehát senkit nem ámítok semmivel. Ez baromi nehéz dolog lesz újra húzalozni magunkat 40-valány év kondicionáltság után. 44, csak jól tartom magam, hölgyek kedvéért. Szóval az öreg kutyát is meg lehet új trükkökre tanítani, neuroplaszticitás, ugye húzagoljuk újra a kis agyunkat, és tanítsunk meg új, építsünk új szinapszisokat, hogy ilyen szépen mondjam ezt, mert amúgy is sorvad az agy, ha nem használjuk. Úgyhogy igen, ez rengeteg munka, egy szokássá tenni, és ezt kialakítani, és ezt a szokást majd az ülésből szép lassan fölállva belevinni a mindennapokba, és ott is gyakorolni, de azt gondolom, hogy ami kezd belül lenni, az most már kezd kívül is látsz. Így, hogy az emberi kapcsolataimban, otthon, egyébként akár a munkában is. Most egy nevét ki nem mondható kereskedelmi csatornának fő műsorodóban készítenek szórakoztató produkciót, és akkor ott adok tanács. Ez most nem a vagi véget mondom, csak erről mondjuk
pár évvel ezelőtt én sem álmodtam volna, mint nagyon sok olyan dologról, amit most meg tudok élni magammal kapcsolatban, a munkámmal kapcsolatban, a belső kis rendemmel kapcsolatban, hogy minden kezd ülepedni, minden a helyére kerül, minden letisztul, egyszerűsödik, és nagyon nehéz ezt szavakba önteni. Úgyhogy én csak azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy ha amennyiben, mi máson dolgozhatnánk, ha nem azon, hogy az életünk más legyen. Mi befektessünk baromi sok energiát, hanem abba, hogy változzanak körülöttünk, főleg inkább bennünk a dolgok, mert ez ugye először belülről indul ez a változás. De ennek egyébként a rögvest nyoma lesz kint. Úgyhogy azt gondolom, hogy megéri ezen nagyon sokat munkálkodni, és elkötelezetten tolni ezt a szekeret. És akkor ezt az ormonológot egy ilyen kis filmes hasonlattal zárnám. Nekem néha az az érzésem, hogy ez egy ilyen kis filmes példa, hogy egy ilyen nagy kertmoziban ülünk, és akkor a mi filmünk megy nekünk, rólunk, és fölállunk, beleszólunk, belekiabálunk, címkézünk, minősítünk, netán degradálunk, kategorizálunk, dobáljuk a popcornt, ahelyett, hogy leülnénk, és végre odafigyelnénk egyszer arra, ami ott folyik, igen nagy tudatossággal, ott és akkor a jelenben, mert hát lepereg a főcím majd egyszer, és utána ki tudja, hogy milyen. Úgyhogy én nagyon megköszönöm a figyelmeteket, és akkor át is adnám a szót Csongalmszúnyi mesternek. Köszönöm.